augusztus 13. Ezek pedig azért irattak meg, hogy ti higgyetek abban, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitáltal életetek legyen az ő nevében. Bevallottad bűneidet, szakítottál velük szívedben. Elhatároztad, hogy átadod magad Istennek. Akkor jöjj most hozzá, kérd, hogy mossa le bűneidet, és adjon új szívet néked. Ezután pedig hidd, hogy megteszi ezt. Hidd el azért, mert megígérte. Ez az, amit Jézus oly hangsúlyosan tanított földi szolgálata folyamán. Isten ajándékokat ígért, nekünk pedig hinnünk kell, hogy elnyerjük ezeket, és akkor valóban a mieink lesznek. Jézus akkor gyógyította meg az embereket betegségeikből, ha hittek hatalmában. Segítséget nyújtott nekik a látható dolgokban, hogy ezáltal ösztönözze bűnbocsátó hatalmába vetett hitüket, amit szemmel nem láthattak. Világos kijelentést tett erről a guttaütött ember meggyógyításakor. Hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani e földön, mondta a guttaütötthöz fordulva. Kelj fel, vedd a te ágyadat, és menj haza. Hasonlóképpen mondja János apostol is Jézus csodáiról szólva. Ezek pedig azért irattak meg, hogy ti higgyetek abban, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitáltal életetek legyen az ő nevében.